Kedd reggel van. Szép napot kívánok mindannyiuknak. Az MSZP frakció vezető helyettes elhangozott MSZ a vendégünk. Jó reggelt kívánok. Tegnap volt egy megemlékezés, láthattuk itt az összefoglalóját az esemény sornak a parlamentben Schweizer József nemrég elhunyt főrabbi emlékére. Hát ez egy előre be nem jelentett akció volt, amivel egyébként már nem a be nem jelentettségével, hanem az akcióval, a megemlékezése magával. Azt gondolom, ezt az Attilé már kifejezte, mi mélyen egyetértünk. De tegnap is történt valami Kövér László megnyilvánulásain túl, ami figyelmet keltő. Ugye úgy volt ez, hogy feláll a parlament. Kövér László ezt is kérte végül a parlamenttől, de nem állt fel mindenki. Nem, azt gondolom, hogy a képsorokon is jól látszik, és mi a parlamentben is láttuk, hogy Jobbik Pacsraiból Novák előd nem volt hajlandó megadni a tiszteletet, és nem volt hajlandó felállni. Valóban, hogyha Kövér László itt idézett szavait hallgatjuk meg, és azt idézzük itt újra, akkor az világos, hogy ő ezzel megsértette ennek az egyébként az egész ország és az egész nemzet számára nagyon értékes és példaképként kezelt embernek az emlékét. És ugye ez nem az első eset. Ez most ugyanaz a történet, mint a 13. kerületben, Benke képviselőjük. Ugyanebben az ügyben így van, ugyanezt tett a Jobbikos képviselő. Itt a Természetesen akkor a 13. kerületi MSZP és az önkormányzati képviselők is mindahányan ezen az egy Jobbikoson kívül felszólították a lemondásra. A Jobbiknak erre annyi válasza volt, hogy nem kívánják kommentálni. Innen is szeretnénk üzenni, hogy nem kommentálást kértünk a Jobbiktól, hanem azt, hogy azonnali hatállyal távolítsa el ezt az embert a 13. kerületből, illetve szeretnénk látni, hogy Novák Előddel szemben milyen lépéseket fog tenni Vona Gábor. Már csak azért is, mert szemmel láthatóan egyébként a Jobbik frakció ott helyben azt a döntést hozta, hogy testületileg feláll. Úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk látni ennek milyen következménye lesz a Jobbiknál. Hat. Ez bárhogyan pozitív módon a Jobbik szavazóira. Én most arra gondolok, hogy hát ugye látjuk a helyi jelöltjeiket. Látjuk az egyik esetet, ahol önkormányzati képviselőnek szavazza meg a település azt a Jobbikos képviselőt, aki a cigányok megöléséről beszél. Látjuk a másikat, ahol most a tapolcai jelöltjük azt mondja, hogy biológiai fegyverként használják a cigányokat a zsidók a magyarok ellen. Tehát, hogy ezek olyan mondatok, amik önmagukat minősítik, de valahogy mégsem. Nézze. Egyrészt engedje meg, hogy azt mondjam, hogy azok az emberek, akik azért szavaznak a Jobbikra, mert egyetértenek például azzal, hogy egy nagy tekintélyű rabbi emléke előtt nem lehet felállni, és nem szabad felállni, én ezekkel választókkal nekem nincsen dolgom. Még ha honfitársaim is, és magyar állampolgárok. De van dolgunk velük, mert itt élünk velük. Nekem nincsen dolgom. Így, direktben. Én nem kívánok nekik megfelelni, és nem kívánok semmi olyat csinálni, ami nekik megfelel. Az igazi ereje annak van, ami a tegnap a parlamentben, és egyébként ebből a szempontból Kövér Lászlónak, bár utána elmondta a kis monológiát, de maga a döntése, hogy az országgyűlést ő, mint elnök, hiszen mi csak a saját frakciónk tekintetében mondhattuk azt, hogy felállunk, de ő utána elnökként dödörgött kettőt, de azért megtette azt, amit meg kell tenni, és felállította a Magyar Országgyűlést Schweizer rabbi emlékére. Ez az a lépés, amivel az ilyen embereket kezelni lehet. Ez pedig a demokratikus elkötelezettségű, tisztességes többségnek a csendes ereje. És ebben ilyen ügyekben ezért szerintem nagyon fontos volt, ami a tegnap a parlamentben történt. És akárhogy is minősíti most utólag Kövér László, vagy bárki más, ilyen szempontból példaértékű is volt. Egyébként nem egyedülálló, mert volt már eset a parlamentben, hogy valakire, nem a menetrend szerint, hanem egyébként spontán módon megemlékezett az országgyűlés, tehát ez nem egy teljesen kirívó példa volt, hogy ez maga a kezdeményezés. Voltak éppen Kövér László is partner volt ebben most az összes megjegyzésével együtt. Így van. Tele van a sajtó azzal, hogy van egy belvita az MSZP-ben. Mesterházi Attila visszatérnek, gyengének tartja Tóbiás Józsefet és az ő tempóját, és erőtlennek az MSZP működését. Mások meg azt mondják, hogy igazából nem erről van szó, bár az furcsa, hogy mindketten országjáráson vannak, és egymást követve, egész pontosan Tóbiás József Mesterházi Attilát követve oltja a tüzeket, ottól már Mesterházi Attila járt. Hogy van ez most? Ez nagyon őszinte leszek önnel. Ez az ügy, ami most a sajtóban van, ez egy személyeskedésnek látszó, vagy személyeskedés betorkoló ügy. Én szerintem ez méltatlan az MSZP-hez, méltatlan a tagjainkhoz, méltatlan a támogatóinkhoz, leginkább azokhoz méltatlan, akik azt várnák,
a legnagyobb baloldali ellenzéki párttól, hogy választ adjanak a problémáikra. De és az milyen a helyzet most? Ezért ennek világosan szeretnék fogalmazni. Én nem vagyok partner semmi olyanra, ami személyeskedés meg kakaskodáshoz vezet, és nem arról szól, hogy a Magyar Szocialista Párt hogyan kíván kitörni abból a pozíciójából, amiben egyébként valóban, ki kell mondanunk, ahol valóban egy alacsony támogatottsági szinten beragadt. Én mindenkinek partnere leszek, aki arról akar beszélni, hogy milyen új megoldások, milyen új gondolatok mentén indulunk el. Mindenkivel partner leszek, aki végre hajlandó a munkáról, a döntésekről, akár szervezeti, akár politikai kérdésekről elindulni közösen. De semmilyen kakaskodásba, semmilyen személyeskedésbe én nem veszek részt, mert ez, még egyszer mondom, méltatlan a pártunkhoz. De amit most elmondott, az kinek üzeni? Méltatlan a támogatóinkhoz. Mert hogy... Mindenkinek. Mert amit most elmondott... Mindenkinek. Értem, mindenkinek. De amit most elmondott, az azt jelenti, ha én ezt lefordítom, megengedi, nem kell lefordítani, ugye? Muszáj lefordítani. Nem kell lefordítani, mindenkinek üzenem. Igaza van Mesterházinak, csak nem így. Még egyszer mondom, mindenkinek üzenem. Azt gondolom, hogy világosan elmondtam. Van probléma, de erre nem személyeskedés a megoldás. De személyeskedés zajlik? És hogy mi zajlik, az egy dolog, és ebben én is egyetértek, akár tegnap, amit Tóbiás József mondott, vagy amit Mesterházi Attila is képvisel, hogy az, ami a cikkben megjelenik, és a valóságnak egyébként sok köze nincs. De a felelősségünk mindannyiunknak abban van, hogy sajnos a valóság az, amit az emberek az újságban és a médiában látnak. Ezért annak is el kell kerülni a lehetőségét, hogy ilyen cikkek megszülessenek. Az is valóság, amit az MSZP-ről látnak. Tehát nem kell feltétlenül az újságot látni, ezt a bénultságot is elég látni, ami képként, lehet, hogy nem igaz, de képként tükröződik az MSZP-ről. Én az örülök, hogy ezt megismételtem, mert ezek az én szavaim az elmúlt két percből. Tehát én ezt nem kétlem, és nem is tagadom. Ez ellen tenni kell, de még egyszer mondom, én, ha engem kérdez Harangozó Tamást, abban vagyok partner, hogy ezt hogyan oldjuk meg munkával, és amit nagyon fontos, és tudom, hogy nem izgalmas, meg nem botrányszagú, akkor is ezt fogom képviselni. Olyan új megoldásokat kell találnunk, ami világossá teszi, és megérteti mindenkivel a párton belül, és a támogatóinkon is körülöttünk, hogy a régi megoldásokkal szemmel láthatóan nincs előre út Magyarországon. Nem kíváncsiak. De mi az új? Ezt van új már? Kell, nem, ezt kell végigbeszélni. Erre kell energia. Erre kell dőz, úgymond. De ez pénz is kell nyilván. Bármilyen megoldást találnak. Ugye a másik információ... A gondolatokhoz nem kell pénz. Ahhoz nem. Valóban a megvalósításokhoz néha igen, a politikában meg mindig. A másik információ, hogy Simicska Lajos kedvét keresi Pók László egy esetleges Simicska által finanszírozott MSZP ügyében. Pletyka szintű nyilván, de az indított el, hogy Simicska Lajos a Népszavában hirdetett, és a Simicska Lajos a Népszavában kommunikálta a maga elképzeléseit arról, hogy mit gondol Orbán Viktorról, meg arról, amit képvisel politikailag. Ebből aztán jönnek a kombinációk. Hát mindenkinek kellemes kombinálás, én nem tudom, esetleg együtt szánkóztak-e, vagy mi lehetett az oka, hogy ilyenek elindultak, én nem tudok semmi pécsi lankák? Én ilyenről nem tudok, és persze minden lehetőséget meg kell ragadni, főleg egy pestisrácok.hu nevezetű magas színvonalú sajtótermékről beszélünk, amelyik ezt a cikket hát felhozta. Az többen átveszik rögtön az interneten, tudja, hogy átveszi, szó szerint. Tehát ez az okosság, már megint, ez a kombinálás, ez a pestisrácok.hu nevű, szintén még egyszer mondom, nagyon magas színvonalú sajtótermékről indult el. Aki ezt átveszi, de az tudja, az a baj ezzel. Látom, hogy igény hogy van. Az a baj ezzel, hogy a pestisrácokat lehet nem szeretni. Ezt van is, van is erre biztosan alap, csak ugye a másik oldalon miért nincsen valami olyan, csak azt mondom, hogy igény van rá. Ugye van az a vicc, mi is úgy vagyunk az MSZP, vagy igény mindig van rá, hogy körülöttünk valamilyen összeesküvés elmélet, vagy minket egyébként valamilyen kellemetlen helyzetbe hozó cikkek megjelenjenek. Ez így van. Egyébként nyilván az ellenféllel, tehát vagy a másik oldalon is így van. Én engedje meg, hogy egy ilyen színvonalú kombináció reagálja. És ha pár hónap múlva, ezt akartam mondani, hogy pár hónap múlva azt halljuk, hogy valami mégis történik ez ügyben, akkor mit fog mondani? Hát nézd, az MSZP, mint szervezet részéről ilyen nem történhet. Értem. A személyeknek akkor a magánbesz dolgairól pedig nem tudok. Csak lett válasz, ez a válasz. Arról mi a véleménye jön ma Putyin elnök, hogy hát nyersen fogalmazva a pártitkár fia a KGB tisztel, vagy a pártitkár fiának asszisztálásával a KGB tiszt elmélyvörös csillagos, az 56-os ellenforradalmat leverő szovjet katonák emlékét őrző sírokat koszorúzni.
Hát ez először is nem csodálkozom, hogy teljes titokban és teljesen lezárt temetőkben fogják ezt tenni, legalább ott ketten elmélyülve gondolkozhatnak azon, hogy ez hogyan van. A Fidesznek ez egy óriási problémája lesz, és engedje meg, hogy nagyon a magas labdát nagyon ne üssem le. Inkább arra figyelmeztessem a Fidesz támogatóit. Vagy ahogy Gulyás Gergely is elmondta, annak a pártnak álltak a genezise. Egyébként egy liberális gondolkodás és egy antikommunista gondolkodás volt. Ma Orbán Viktor az illiberális demokráciát építi Putyin elvtárssal, és ilyen emlékműveket koszorúzgat. És ne felejtsük el, ez nagyjából ugyanaz a szituáció, amit ellenzékben a kínai kapcsolatok tekintetében tettek, amikor is a Fidesz Tibet melletti és Kína ellenes tüntetést szervezett Budapesten, majd amikor kormányra kerültek, talán az első gépük mindjárt a kínai kommunista párthoz vezetett. Ezeknek az embereknek nem ér a szava semmit. Nekem ebből ennyi látszik. A fideszesek meg gondolkozzanak már végre el, hogy kiket támogatnak igazán. Mert ha volt bármi elvi alapja annak, amiért ők elkezdték ezt a pártot támogatni, na abból ma már, ha nem vennék észre, semmi nincsen. Önöket komcsizza a kormányoldal folyamatosan, tehát ezt hallgattuk az elmúlt nem tudom hány évben már. Most nem kéne azt mondaniuk, hogy na ugye, tehát ha én ezt most nem vettem föl, akkor nem ezzel jön, és pont erről az MSZP-s... Azért, mert ha én egyszer azt gondolom arról 20-valahány éve a rendszerváltás után, hogy azért talán már nem ez az ország legnagyobb problémája. Azért, mert hogy én személyesen az nem egy ország problémája, hogy a volt miniszterelnök, nem, aki, a komcsizás, 80, aki a komcsizás. 89-ben tehát kiállt, hogy a szovjet katonák takarodjanak, azok... Akkor félreértett. Az egymás bármilyen szintű megbélyegezése, és ezen belül akár a komcsizás se az. De én nekem ebben egyszerű helyzetem van, mert én ezt Orbán Viktor szemébe is mondtam a parlamentbe, négy szem közti parlamenti műfajba. Amikor engem erről kioktatott, hogy ugye annak idején nem a kommunista rendszer ellen küzdött, egyébként ugye ezt elmondta saját szájával, hanem csak azok ellen, akik a rendszert működtették. Én akkor világosan szemébe néztem, és azt mondja, és akik egyébként a mi pártunkba ücsörögnek, mondta ő. Én világosan szemébe néztem, és azt mondtam, hogy miniszterelnök úr magának semmilyen erkölcsi alapja nincsen arra, hogy engem kioktasson ebben a kérdésben, és nézzem már körül a saját pártjába és a saját kormányába, hogy ez a dolog, ez hogy van. De ettől még értsen meg, engem ez azért nem érdekel, mert ennek semmi köze nincsen Magyarország boldogulásához, hogy az emberek mindennapi nyomorának a megszüntetéséhez. Ez egy fokmérője annak, hogy mennyire hazug, köpönyekforgató és gátlástalan Magyarország miniszterelnöke. De ezzel elsősorban a Fidesz támogatóinak van dolga, hogy elgondolkozzanak rajta, nekünk meg azzal van dolgunk, hogy az ország döntő többségében olyan választ, számára olyan választ tudjunk adni, ami egy, tudja végre integrálni valamilyen gondolat és elvek mellett újra az ellenzéket. Nekem ez a legfontosabb dolgom, visszatérve egyébként a párton belül kérdésekre, és erre adjon valaki választ, amelyik újra aktivizálni tudja a saját támogatóinkat, és integrálni tudja az ellenzéket, mert a megoldás mégiscsak az lesz, hogy a sírás, rívás és a fogak csikorgatása helyett föláll egy olyan csapat, amelyik képes Orbán Viktort és bandáját elzavarni. Azt tudja, hogy két közösségre mondta ebben a rövid dolgunk. Beszélgetésben, hogy nincs vele dolga. A jobbikosok szavazóira, meg a fideszesek szavazóira. Mind a kettőnek, ha félértető voltam, akkor még egyszer megismétlem, mind a kettőnek a hívő tagozat és a kemény magjáról beszélek. Én nem tudok és nem is akarok olyan politikát folytatni, ami egy jobbikos, szélső jobboldali antiszemita vagy cigánygyűlölő társaságnak szimpatikus tud lenni. Nem fogok és nem is akarok. És olyat sem fogok tudni, és nem is akarok, ami a Fidesz kemény magjának, azoknak az elvakult embereknek, akik nem veszik észre, hogy ma Magyarországon egyébként az ő nevükben és az ő szavazatukkal való visszaéléssel egyébként ez a kormány mit csinál, nem fogok tudni, és nem is akarok választ adni. Na de a kettőjükön kívül van itt még körülbelül 7-7,5 millió választópolgár, akinek meg szeretnék mit mondani, és szeretném, hogyha még egyszer mondom, olyan megoldást tudnánk adni, ami egy integrált, erős ellenzéket hoz létre, és elzavarja ezt a kormányt. Az MSZP frakció vezetője helyettese volt a vendégünk, Haragoz úr, köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget.